Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, srácok, jön egy videó az új operátor Arcanekről, szeretném nektek lefordítani, mert szerintem tök jók, és érdemes lesz értük menni, illetve farmolni. Na most, vágjunk is bele, ugye ezek az Arcanek jelen pillanatban megtalálhatóak a Vox Solarisnál, tehát ennél a kis csajnál, ott hátul a hátsó szobában, a Fortunánál. Szóval ide jöttök, rámentek, Standing, Offerings, és ja, vágjunk is bele. Elsősorban Barukot tőle tudjátok kiszedni, nem lesz egy egyszerű harc, hogy őszinte legyek. Amint láthatjátok, fog kell lenni hozzá egy-két alkatrész. Halászás is lesz itt, bányászás is lesz itt, és torroid farmolás is lesz, és ebbe összeszedhetitek Barukot. Van új operátor fegyver, amit ki lehet majd váltani, meglátjuk, hogy szuperál, ha addig én is eljutok. Ugyanis ezt nem kaptam meg partnerként. Na, de jöjjenek az Arcanek. Virtus Forged azt csinálja, hogy a Void Damage-ből átkonvertál, hogyha meglőnek, bocsánat, ha lősz, akkor Heat Damage-et csinálsz, már nem tudok angol fordítani, de az a lényeg, hogy átkonvertálja a Void Damage-et Heat Damage-jé, ezt csinálja ez a Virtus Forge. A Trojan az a Viral Damage-et csinál neked a Tenu fegyveredből, akkor a Magus Anomaly az azt csinálja, hogy ez érdekes, hogyha visszamész a Tenóval a Warframe-edre, akkor azok az enemik, amelyek 20 méteren belül vannak, azok a Warframe felé lesznek húzva. Úristen! De kurva jó ez az Arcane, hogyha úgy működik, ha úgy működik, mint a Valkürnek a hármas képessége, akkor ez az Arcane kurva jó a kardozós Warframe-nek. Tehát egyszerűen le a kalappal. Tehát gondoljátok, hogy csak ki bejárkálsz, és az enemik 20 méteren Warframe-en, az nagyon sok, 20 méteren így elkezdenek feléd jönni, illetve tehát egyszerűen rohadt, és csak annyi dolga, hogy levágod őket a rákba. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes Arcanenek hangzik, ha úgy működik, ahogy elképzelem, és ahogy a Valkürnek a hármas képessége, ha tényleg úgy működik, akkor ez egyszerűen elképesztő móka lesz használni. A következő, a Magus Destruct, az azt csinálja, hogy on Void Blast, tehát ha kijössz a Tenóval, és csinálsz egy ilyen Void löketet, tehát megnyomod egyszer az E-t, amikor a Tenóval vagy, akkor konkrétan reduce enemy resistant to puncture damage, tehát az enemy kevésbé lesz ellenálló puncture damage-re. Hát nem lenne rossz alapvetően, de miért csak puncture damage-re, ha értitek, amit mondok. Szóval, ja, na, mi van még itt? Hát ennek megmondom a nevét, csak nem látszik. Na mindegy, ez azt csinálja, hogy ha dash-elsz, akkor aknát fog ledroppolni, ami 60% damage-et fog dílelni az enemy életéből, mint puncture damage. 4 másodpercen keresztül, ha jól értem. Szóval, na még egyszer akkor. 60%-át az enemy életnek le fogja sebezni puncture damage-ként. Ezt így lehet lefordítani. Igazából kurva jó, de nem értem, hogy mi ez a puncture mánia, hogy őszinte legyek, de jó, mint a semmi. Tehát nem rossz. Deselgetsz, leraksz aknákat, az enemy belesétál, és beach please. Tehát gondolom végig, ha négyen vagytok, és mind a négyötöknél van valami másikféle Arcane, mondjuk az egyiknél ott van ez az anomália, a harmadiknál ott van ez a distract, és nálad meg itt van ez a, nem tudom mi a neve, Arcane. És egyik dolgoztok csak tenókkal, mármilyen elképesztő damage-t tudtok leosztani, szóval tök jó. Nem egy rossznak tűnő Arcane. A következő Magus Firewall, ez azt csinálja, hogy ha láthatatlanba átmész, hogyha Void módban vagy, akkor lesz egy Generate Void Particles every 3 seconds up to 6 particles, each granting 12% damage reduction. Szóval ez azt csinálja, hogy a féle, mondhatni úgy tudnám leírni, mint mint a Vispet, ami az Unariu Vispet, tehát valami olyasmit csinál, amit ha felveszel, akkor 12,5%-os damage reduction-t fogsz kapni 40 másodpercig. Hát ez kurva jó.
Tehát így alapvetően ez kurva jó, szóval te és a társaid ezt fölveszik, kaptok damage reduction-t. Ez egy tök jó arcane. A következő magus, ja, ezek key drive-ra arcane-ek, hát bitch please, használjátok egészséggel, hogy szeretnétek, bele sem helyek, hogy lefordítsam abba, hogy egy key drive, miért használnék key drive arcane-eket? Na jó, feladtam. Lássuk, Magus Accelerant, ez is, ez mit csinál? Void Blast, reduce enemy resistant to heat damage by 50%. Yep, hogyha kijössz a Tenóval, ugye nyomsz egy E-t, tehát így leblaszteled az enemit, a Void, akkor kevésbé lesznek ellenállóak a heat damage-nek. Midiókre, azt kell, hogy mondjam, tehát nem rossz, de nem a legjobb árkén. Magus Overload, ez azt csinálja, hogy on Void Blast, tehát megint csak hogy leehezed a Tenóval az enemiket, a főleg a robotikus enemiket, tehát a korpuszt, és 60%-uk az életüknek, na, várj, akkor ezt értelmezem. On Void Blast, stun robotic enemies for 3 seconds, which then discharge electricity damage, dealing 60% of their max health to anyone within 20 meters. Na, ha jól értem, akkor elektromos sebzést okozol, és ha okozod ezt az elektromos sebzést, akkor annak az enemynek a 60%-nyi életnek megfelelő sebzés mindenkire le fog menni, aki 20 méteren belül van. Ha ezt jól értelmeztem? Fordítsátok le ti is, mert ezt jól kellett. On Void Blast, stun robotic enemies for 3 seconds, which then a discharge electricity damage, dealing 60% of their max health to anyone within 20 meters. Ja, hát konkrétan annak az enemynek, amit electricity, vagyis amit ez a discharge energy stun. Tehát stunolod az enemit, és annak az enemynek a 60%-nyi élete electricity damage-ben fog rámenni a többi enemire, ami 20 méteren belül van. Fú, ez meg remélem jól értem, de ha nem, fordítsátok le ti is. Érdekes egy árkén, nem feltétlenül tudom, hogy miért használnám, de, hogy is mondjam, Fortuna mindenképp használva, mert mint korpusz ellen minden bizonnyal haszna van, egy érdekes árkén, érdekes működéssel, de nem hangzik rosszul. Magus Glitch on Transference Static 100% Chance Transference Static. Hát ezt még konkrétan én sem értem. Azt mondja, on Transference Static 100% Chance to Negate Transference Static. Oké. Ezt fordítsa le valaki, ezt konkrétan én sem tudom feldolgozni, hogy mit akar a transference static. Hogy őszinte, és emiatt nem feltétlenül tudom lefordítani nektek, hogy mit fog csinálni, illetve megmondani, hogy jó-e, vagy nem rossz-e. Amint, ha leírjátok, mi az a transference static, hogy pontosabban megérti, akkor mindjárt fényesebbé válik, hogy őszinte legyek. Na most, megint csak egy ilyen mod, aminek nem fogjuk sose kideríteni a nevét, de amit csinál, on void dash can be used again within 3 seconds, costing no energy and taking the operator back to the location where they had started their void dash. Restores 40 health. Ez egy érdekes dolog, tehát azt csinálja, hogy ki void dash-elgetsz, ha void dash-elgetsz, végül megengedi, hogy újra void dash-eljél, és nem fogsz elhasználni energiát, viszont a legérdekesebb része ennek a arcane-nek, hogy visszaad 40 életet. Na most, a 40 életet dash-enként adja vissza, vagy csak egyszer visszaad 40 életet? Mert akkor, ha dash-enként ad vissza 40 életet, az nem rossz, de ha csak egyszer ad vissza 40 életet, akkor nem... Azon kívül, hogy gyors utazzak, másra nem igazán használnám, szóval nem feltétlenül ez a legjobb árkén, hogy őszinte legyek, de a legnagyobb misztérium nekem most ez a Magus Glitch, hogy mit akar konkrétan az a static, de oké.
legyen akármi. Tehát lehet az, amikor így pulzál a zene, a tenor, nem tudom. De ez a legutolsó árkén, hát meg kell nézni, hogy hogy működik. Még jól is elsülhet, de nem biztos, hogy a legjobb lesz. A házi feladatotok pedig a Magus glitchnek a kiderítése, hogy hogyan működik egész pontosan, még lehet, hogy jó sül lesz. Szóval ez a ti házi feladatotok, mert mondjuk addigra biztos én is utána nézek, tehát ez a videó elég instant jött, hogy lefordítsam, hogy mi van. De azt kell, hogy mondjam, hogy a Keydrive árkéneket leszámítva, szerintem kurva jó árkének vannak, és érdemes lesz őket farmolni és menni értük. Na most őket farmolni, ugye a legkönnyebben úgy tudod, ha torraidokat farmolsz, illetve, amint láthatjátok, a dolog lényege, hogy szükségetek van, apá, bocsánat, szükségetek lesz erre a Giromax Systems-re, nem is kevés ahhoz, hogy szintet lépjél, ugye, egy adott ponton, Fortunánál, és a Giromax Systemet azt sajnos, vagy nem sajnos, mert igazából nem rossz harcolni a nagy pók ellen, de itt tudtok szerezni bármelyik Bountyn, ezek közül Giromax Systems tudtok szerezni, ahhoz, hogy meglépjétek a következő szintet. Úgyhogy sok sikert a farmoláshoz. Ezek végre olyan árkének, és illetve olyan jutalmak, aminek a végén valami olyasmi vár, ami tök jó, azt kell, hogy mondjam, tehát jó árkének. Csak sok-sok-sok farmolás lesz mögötte, valószínűleg, úgyhogy arra készüljetek föl. De ez a videó ennyi lett volna, remélem, hogy tudtam segíteni, legalább egy keveset, ha igen, dobj egy lájkot, házi feladatot csináljátok meg, le lehet írni a komment szekcióba, vagy Facebookon, vagy Discordon, vagy ahol jól esik. A következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!